A budapesti őszi fesztivál keretébe került sor egy különleges zászlókiállítás megrendezésére, amelyet a Liszt Ferenc téren láthatnak. Ennek a zászlókiállításnak az a neve, az a címe, hogy Fluxus zászlók. Némi magyarázatra talán szorul, mi az, hogy fluxus? Hát a fluxus, mint mozgalom, az a 60-as évekből indult el a német nyelvterületről, majd elterjedt egész Európába. Ki akarta helyezni a művészetet mindenképpen a nagyipari formákból és a kicsi elzárt galériákból. Tehát fluxus az az, mindenki művész lehet, és minden műalkotás. Tehát az ide a lényeg, nem pedig az a termék, amit létrehozunk. Hát nézzük meg, hogy mi lett ebből, mi a fluxus zászló. Ez a mostani zászló kiállítás a világhoz való kapcsolódást jelenti számunkra, illetve remélem, hogy mások számára is. Ugyanis 18 országból 41 művész vesz részt ezen az utcai kiállításon, és rendkívül sokféle munkát küldtek. Tulajdonképpen kétfelé oszthatnám. Az egyik fajta kész talált tárgy jellegű, tehát mondjuk egy törölköző. A másik fajta zászló típus, ami tárgy vagy készített zászló. Van egy network zászló, akkor van egy lengyel zászló, van egy Lukas zászló is, egy belga művész munkája. Erről sokat beszéltünk, hogy vajon tudja-e azt, vagy hogy azért küldte-e, mert az 56-os magyar zászló ugye Lukas volt, de az is lehet, ugyanis az van felírva, hogy nyitott világ. Szeretném azt gondolni, hogy ő azt gondolta, hogy 56 van, és mi nyitott világ vagyunk, és nyitottunk a világra egy lukkal. Tehát a művészet, mint társadalmi forma, megtudtuk, bár mindenki űzni.